Vas Albert, üzenet haza. Üzenem az otthoni hegyeknek, a csillagok járása változó, és törvényei vannak a szeleknek, esőnek, hónak fellegeknek, és nincs ború örökkévaló, a víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem a földnek, csak teremjen, ha sáska is rágja le vetését, ha vakon túrja is gyökeret, a világ fölött őrködik a rend, s nem vész magja a nemes gabonának, de híresem lesz egykor a családnak, a víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem az erdőnek, ne féljen, ha csattog is a baltások hada, mert erősebb a baltánál a fa, s a vérző csongból virradó tavaszon újra erdő sarjad győzedelmesen. És még mindig lesznek fák, mikor a rosda, a gyilkos vasat rég felfalta már, s a sújtókész is szent, jóvátétellel, hasznos anyaggal vált a föld alatt. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem a háznak, mely fölnevelt, ha egyenlővé teszik is a földdel, nemzedéknek őrváltásain, jönnek majd újra boldog építők, és kiássák a fundamentumot, s az erkölcs ősi hófehér kövére emelnek falat, tetőt, templomot. Jön ezer új kőmíves kelemen, ki nem habarcsal, és nem embervérrel köti meg a békesség falát, de szentelt vízzel és búzakenyérrel, és épít régi kőből új hazát. Üzenem a háznak, mely fölnevelt. A fundamentum Istentől való, és Istentől való az akarat, mely újraépíti a falakat. A víz szalad, de a kő marad, a kő marad. És üzenem volt barátaimnak, kik megtagadják ma nevemet, ha fordul egyet újra a kerék, én akkor barátjuk leszek. És nem lesz bosszú, gyűlölet, harag, kezet nyújtunk egymásnak, és megyünk, és leszünk egy szél és egy akarat. A víz szalad, de a kő marad, a kő marad. És üzenem mindenkinek, testvérnek, rokodnak, idegennek, gonosznak, jónak,
hűségesnek és alávalónak, annak, akit a fájás űz, és annak, kinek kezéhez vércsöppek tapadnak. Vigyázzatok, és imádkozzatok! Való fenn a magas ég alatt mozdulnak már lassan a csillagok, s a víz szalad, és csak a kő marad. Maradnak igazak és jók, a tiszták és békességesek, erdők, hegyek, tanok és emberek. Jól gondolja meg, ki mit cselekszik. Likasztják már fönn az égben a rostát, s a csillagok tengelyét olajozzák, szorgalmas angyalok. És lészen csillagfordulása megint, és miként hirdeti a Biblia, megméretik az embernek fia, s ki mint vet, azonképpen arat, mert elfut a víz, és csak a kő marad, de a kő marad. Tisztelt megemlékezők, kedves vendégeink! Bátony-Terenye város önkormányzata nevében tisztelettel köszöntöm Önöket. Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat, és ma együtt emlékezünk a Nemzeti Összetartozás napjára, a trianoni békediktátum 100 éves évfordulóján. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Becsó Zsolt, országgyűlési képviselőt, Skuci Nándor, a Nógrád megyei közgyűlés elnökét, Nagy Majdon József, Bátony-Terenye város polgármesterét, Lestyánszki Viktor, Ipoly Hidvég polgármesterét, Visnyai Attila, Fülökváros alpolgármesterét, Gáspár Miklós Levente alezredest, a Magyar Honvédség második vitéz Battai Antal, területvédelmi ezred, 25. Keresztényszigeti Sándor területvédelmi zászlóalj parancsnokát, Pekár István, a Duna Televízió nyugalmazott elnökét, valamint a helyi önkormányzat, a városi intézmények, cégek, pártok, civil szervezetek képviseletében megjelent vendégeinket. Megemlékezésünk nyitó műsorában Albertus Tibor, a Kazár Táncegyüttes tagja, Vasvári Verbunkot mutatott be, majd Tancsó Sándor, Vas Albert, Üzenet haza című versét szavalta el. Köszönjük közreműködésüket! A továbbiakban Pécsi L. Dániel megcsonkított Vármegyék és Címerek című tanulmányából mond el egy részletet. Tisztelt megemlékezők, kedves Palóc, jó Palóc honfitársaim! Megengedik, egy részletet olvasnék fel Juhász Gyula a Trianon című verséből. Trianon gyászos napján, magyarok, testvéreim, ti szerencsétlen átkosz, rossz csillagok alatt virrasztva járok. Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan, s őszintén, s nagy-nagy sír fölött, ma fogjatok kezet, s esküdjetek némán csupán a szív veréseivel, s az eljövendő hitével egy nagy esküt, mely az életre kötelez, a munkát és a küzdést hirdeti, és elvisz a boldog föltámadásra, nem kell beszélni róla sohasem, de mindig, mindig gondoljunk rá. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezen a gyásznapon, illetve 10 éve már mondhatjuk a Nemzeti Összetartozás napján, az összetartozás emlék évében szólhatok Önökhöz. 2 évvel ezelőtt avattuk Macunka címerét. Elárulom Önöknek, hogy én Dancső Önnyival egy napon születtem, március 11-én, mi március öröki fiak vagyunk. És ez is egy nagy megtiszteltetés, hogy ezen a jeles napon itt lehetek Önökkel. A trianoni szemlet centenáriumi számában egy tanulmányon fog megjelenni megcsonkított Vármegyék és Címereik címmel. Röviden elmondanám, hogy itt látható az egykori történelmi Magyarország és benne Csonka Magyarország. Nem csak az országot csonkították meg,
a trianoni döntéshozók a Trianon nagypalotában, hanem a vármegyéket is. Ha elindulunk Soprontól, Sopron-Moson, Győr vármegyéket, aztán Komárom-Esztergom megyét, vagy az önök esetében Nógrád-Hont megyét, és mehetnénk körbe-körbe az ország területén, ezek mind olyan sorstragédiák, amelyek azt tükrözik, hogy akár csak a székelyek, ugye a palócokat is az a nagy sérelem érte, hogy a vármegye, az egykori Nógrád vármegye több mint 60%-a került az utódállamok uralma alá. Hont vármegye esetében ez még nagyobb, annak 4/5 került az utódállam alá. Bizonyára tudják, hogy 1923-tól 1949-ig ennek a megyének az volt a neve, hogy Nógrád-Hont megye, vármegye. Bizonyára arról is hallottak önök, hogy a mai naptól kezdve Csongrád megyét már úgy hívják, hogy Csongrád-Csanád megye. Itt tennék egy felhívást az országgyűlési képviselő úrhoz, a megyei közgyűlés elnökéhez. Kövessék a jó példát, és azt javaslom Dancsó Jani barátommal egyetemben, hogy egy év múlva azt ünnepeljük, hogy a megye újra visszakapta régi nevét. Befejezésül a hitvallásomat szeretném megosztani önökkel. Bölcselet és tudás. Kegyelet a múlt, az ősök iránt. A megtartás szelleme, egymás kölcsönös tisztelete nemesít embert és nemzeteket. Mit jelent magyarnak, székelynek, palócnak, jásznak, kunnak, vagy bármely nemzetségbélinek lenni? Elsősorban hinni. Másodszorban mindent a nemzeti összetartozás jegyében őszintén keresztény emberként cselekedni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Vesszen Trianon. Megköszönöm Pécsi L. Dániel közreműködését. A megemlékező beszédek nyitásaként engedjék meg, hogy Nagy András, Szászrégen korábbi polgármestere, aki egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott rendezvényünkön részt venni, megfogalmazott gondolatait tolmácsolja önöknek. Majd azt követően felkérem Nagy Majdon József urat, Bátony-Terenye város polgármesterét, Nemzeti Összetartozás napja alkalmából beszédének megtartására. Tisztelt polgármester úr, tisztelt külhoni magyar meghívottak, tisztelt emlékezők! 100 év elteltével az 1920. június 4-én megkötött békediktátum óta tudjuk, hogy ez a Magyarországra szinte végzetes szerződés elkerülhetetlen volt. Hiába gróf Aponyi Albert beszéde, amely már a világtörténelem egyik legjelentősebb beszéde lett, Európa lelkiismeretét nem tudta megszólítani. A fejlett nyugat kiszolgáltatta Magyarországot a hiéna szellemű politikának. Trianon történetét tudjuk az előzményektől a következményekig. Azt is tudjuk, hogy a 100 év folyamán hogyan alakult a magyar nemzet sorsa. Mindnyájunknak tudnunk kell a Trianon következtében idegen országba került magyarok sorsáról, hiszen egy nemzet vagyunk, csak a határokat mozgatták felettünk. Nekünk, külhoni magyaroknak helyt kell állnunk ott, ahol születtünk, ahol élünk, ahol dolgozunk. Ott kell őriznünk nemzeti önazonosságunk alapvető elemeit, kultúránkat, hagyományainkat, anyanyelvünket. Ez biztosítja megmaradásunkat, ez ad értelmet mindennapjainknak. Erdély a legnagyobb Magyarországtól elcsatolt terület, amint 100 000 négyzetkilométeres területtel együtt 1,5 millió magyar került az új hazába, Romániába. Ha visszatekintünk a 100 évvel ezelőtti elcsatolástól napjainkig, láthatjuk, hogy az erdélyi magyarok sorsa mennyire változó volt.
vegyük sorban. Az 1918-as egyesülés utáni román kormány teljes autonómiát ígért Erdélynek, teljes nemzeti szabadságot, magyar nyelvű közoktatást, közigazgatást, igazságszolgáltatást. A nemzetállami ambícióit valóra váltó Nagy Románia sajnos Trianon után elfelejtette a Gyulafehérváron tett nemes ígéreteket. Etnikai kisebbség lettünk saját hazánkban. Az 1940-es második bécsi döntés némi igazságot szolgáltatott, Észak-Erdélyt visszaadta Magyarországnak, újra egy nemzet lettünk. A második világháború utáni párizsi békekonferencia következtében Erdély újra Romániához került. Ismét etnikai kisebbségi sorsra jutottunk, de ekkor is volt némi autonómiánk. Románián belül megalakult a Magyar Autonóm Tartomány. 1962-ben bekövetkezett a nagy kommunista fordulat. Megkezdődött a magyarok fokozatos beolvasztása. Példaként említeném, a mi városunk Szászrégen magyar nyelvű lakóinak számaránya a 60-as években 68% körüli volt. A kommunista időszak lejárta után 1990-ben ez az arány 28%-ra zsugorodott. Ma alig teszik ki a lakosság 23%-át. Tisztelt emlékezők! Pár mondatban próbáltam összefoglalni azt az utat, amelyet elődeink megtettek. Láthatjuk, mennyi harc, veszteség, bánat vagy öröm, kudarc vagy siker van ebben a 100 évben. Bárhol is legyünk az anyaországon kívül, minket, kisebbségi sorsra jutott magyarokat az örök küzdelem tesz erősekké. Nincs időnk békés szúnyadozásra, lelkünk egyre harcol, és minden összeroskadásból felkel. Nem engedhetjük meg, hogy mások döntsenek felettünk. Ne feledjük, 100 év egy ember életében sok idő. A történelemben nem az, és a történelmi tévedéseket is ki lehet igazítani. Ma, a Nemzeti Összetartozás napján, a Nagy Magyar Alföldön és az egész Kárpát-medencében megszólalnak a harangok. Azt hirdetik, hogy az Úristennek terve volt és van velünk. Reménykedjünk, hogy az idő kereke jobbra fordul, bízzunk a jelképes 1000 éves fában, amelyet ha meg is csonkítanak, ágai újra kinőnek. Egymással összefonulva törnek az ég felé, ugyanolyan levelet növesztve, ugyanolyan termést hozva. Ne feledjük Vas Albert szavait. Vigyázzatok, és imádkozzatok. Valahol fönt a magas ég alatt mozdulnak már lassan a csillagok. A víz szalad, a kő marad. A kő marad. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Megemlékezők, 5 perc van a 100 éves évfordulóig, amíg a harangok megszólulnak a gyásznap alkalmából. Én azt kérném, hogy ezt az 5 percet néma csendben, itt a keresztövében töltsünk, gondoljunk a 100 évre, de gondoljunk az 1000 évre, arra az 1000 évre, ahol hőseink, dédapáink, ősapáink vérüket, életüket áldozták ezért a Kárpát-medencéért, és gondoljunk a utódainkra, gyerekeinkre, unokáinkra, hogy milyen jövőt, milyen Magyarországot fogunk nekik adni, és miért fogunk küzdeni a következő időszakban.
kicsikét elcsendesedni, és átgondol a világ dolgait ebben a rohanó világunkban. Tisztelt képviselő úr, tisztelt elnök úr, tisztelt megemlékezőnk határainkon innen, és nem mondom, hogy túlról. Tinédzserként, történelem iránt érdeklődő fiatalemberként sokkolt az első világháború következményeinek a megismerése. Négy emberöltőnyivel ezelőtt egy világégés emberek millióinak az életét vette el, szinte nem volt olyan család, amely ne gyászolt volna. Azonban a győztes országok és szövetségeseinek boszorkány konyháiban ennél egy sokkal szörnyűbb terv kezdett el kibontakozni. Az ezer éves Magyarországon szinte példátlan módon akartak elégtételt venni, amely meg is történt. A ránk erőszakolt békediktátum következményeként Magyarország elvesztette összlakosságának 60%-át, magyar nyelvű lakosságának 30%-át, területének 67%-át, termőterületének 43%-át, szőlőterületeinek 38%-át, szarvasmarha állományának 70%-át, erdejeinek 89%-át, vasérzlelőhelyeinek 83%-át, sóbányáinak 100, arany- és ezüstbányáinak 99%-át, vasútvonalainak 58%-át, széntermelésének 65%-át, vas- és acélgyártó kapacitásának 60%-át. A határokkal együtt új országa került Bújai Farkas és János nyughelye Marosvásárhelyen, Hunyadi Mátyás szülőháza, de Apácai Csere János és Kós Károly sírhelye is Kolozsváron, Rákóczi Ferenc és édesanyja Zrínyi Ilona sírhelye Kassán, és még a Kölcsei Ferenc által megírt Husznakron vára is Kárpátalján. És a sort órákig tudnám folytatni. Elcsatolták az Őrvidéket, a Felvidéket, Kárpátalját, Parciumot és Erdélyt, a Délvidéket, és így lett Magyarország a világon egyedülálló módon önmagával határos. A második világháború után azonban megpróbálták elvenni a nemzet identitását, az egészséges nacionalizmusát is az internacionalizmus jegyében. Trianonról szinte csak otthon lehetett csendben hallani, és nem volt szabad beszélni a határon túli magyarságról se. De innen üzenem a gyurcsányistáknak és internacionalistáknak, és mindenkinek, aki határon túliakat románozza, szlovákozza. Az Őrvidék az nem osztrák. A Felvidéki nem szlovák. A Kárpátaljai nem ukrán. A Délvidéki nem szerb. És az erdélyi az nem román. Ők magyarok, a magyar nemzet szerves részei, nemzet testvéreink. Szükségünk van, szükségünk lenne egy nemzeti minimumra, ami nem engedheti meg. Nem szabad, hogy megengedje azt, hogy a magyar nemzet tagjait bárki is tagadhassa alantas politikai szándékok miatt. Mert a nemzet az egyéni és pártpolitikai célok felett áll, felette kellene, hogy álljon. Bátony terenjén 2004-ben szerveződött egy ilyen csoport, hogy itt helyben megmutassuk, lehetnek és lehet nekünk is ilyen elvek mentén politizálni. Hogy tegyünk azért, ne legyen még egyszer Magyarországnak egy olyan szégyenteljes miniszterelnöke, mert akkoriban az volt, aki nyíltan kampányol a határon túli magyarok ellen 23 millió románnal riogatva a szavazópolgárokat. És ez a közösség a zászló rúdjára tűzte a magyar hagyományok ápolását, a nemzeti entitás erősítését. Ez a csapat az elmúlt években az elcsatolt területeken élő magyar közösségekkel vette fel a kapcsolatot, és több esetben testvértelepülési megállapodást is kötött.
Erdélyben Szász Régennel, Felvidéken a már meglévő füleki testvértelepülésünk mellé még Ipoly hídvéggel, a Kárpátalján keresztúrral, Tisza keresztúrral. Ezúton is köszönöm, akik itt vannak közöttünk, és azoknak is, akik lélekben tartottak velünk határainkon túlról. És a Trianon óta eltelt 100 év, illetve az államalapítás óta eltelt 1000 év megmutatta, amíg a magyar édesanya az édes anyanyelvre, magyarra tanítja a gyermekét, amíg magyar apa magyar meséket mesél, és példát mutat a család szeretetéről és a hazaszeretetről gyermekeinek, amíg pedagógusaink, magyar költők, írók művein keresztül nevelik becsületes magyarrán gyerekeinket, és amíg ilyen emlékhelyek jöhetnek létre az országban, mint az itt álló kettős kereszt a turullal, és amíg ilyen méltósággal tudunk együtt emlékezni, mint most, addig a magyar nemzet életképes lesz, és sem német, sem tatár, sem török, sem antant, sem internacionalista, se uniós technokrata hatalom, se országcsonkítás, se külső, se belső ellenség nem tudja megtörni, nem tudja elvenni népünk büszkeségét, gerincét, hagyományait, történelmét. Tisztelt megemlékezők, beszédem végén azért engedjék meg, hogy megköszönjem azoknak, akik nagyon sokat tettek azért, hogy az emlékhely létrejöhessen. Elsősorban köszönöm Dancsó Jánosnak, aki a kettős keresztet elkészítette. Köszönöm a Bátony Metálnak és Pintér Lajosnak, hogy a talpazatot elkészítették. A Villámszernek és Németh Attilának, hogy megvilágították a keresztet. Orbán Lászlónak a tábla áthelyezését. Közeli barátaimnak, munkatársaimnak, Letovai Zoltán alpolgármesternek, képviselőuraknak, Molnár Ferencnek, Király Attilának, Tarjáni Lászlónak és Jók Tibornak, hogy tevőlegesen részt vállaltak ebben a feladatban. A Vagyonkezelő és Foglalkoztatási Nonprofit Kft. Dolgozóinak, Gubán Zoltán vezetésével a telephely kialakítását, illetve említsük meg közmunkásainkat is, hiszen sokat dolgoztak azért, hogy ma itt együtt tudjunk megemlékezni. És köszönöm mindenkinek, aki bármi módon támogatta ezt a mai eseményt és az emlékhely létrehozását. És köszönöm azoknak is, akik akadályozni és gáncsolni próbálták és próbálták ezt, hiszen nélkülük se lenne teljes ez a nap. Mert hiszem, hogy így is egyek vagyunk, és minden magyarra szükség van. Tisztelt megemlékezők, engedjék meg, hogy kárpátaljai testvértelepülésünk Tisza keresztül polgármesterének pár szavaival zárjam beszédemet. A trianoni békediktátum megkötése utáni 68. évben egy olyan településen születtem, ami a diktátumot követően Csehszlovákiához, majd újra Magyarországhoz, aztán a Szovjetunióhoz, és most Ukrajnához tartozik. Ez idő alatt a magyar nemzetet érte háború, árulás, megszállás, természeti és ökológiai csapások, de mégis megmaradtunk. Számomra a Trianon 100. évfordulója ezért nem csak a gyásznapja, sokkal inkább a kitartásé és az összetartozásé. 100 éve külön, de örökké együtt. És mit is üzenhetnénk innen a kettős keresztövéből mi? Csak azt, amit 100 évvel ezelőtt és azóta is. Igazságot Magyarországnak, igazságot a magyaroknak. Köszönöm meg tisztelő figyelmüket! Köszönjük Nagy Majdon József polgármester úrnak, hogy a Nemzeti Összetartás napja alkalmából megfogalmazott gondolatait megosztotta velünk. Tisztelt egybegyűltek! Megemlékezésünk folytatásában felkérem Zahar Béla atyát a kettős kereszt felszentelésére. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Népünk hosszú vándorlása során a keresztény hit által is érintett kultúrájával szerezte meg új végleges Kárpátok övezte Isten áldotta hazát. Szentek ültették lelkébe, tették vállára a keresztet, mint jelet, ez határozta meg hivatását. Szörnyű áldozatok árán is védelmezője lett saját életének, s annak a nyugati keresztény világnak, amely sokszor Pilátus módjára szégyen teljesen elárulta az igazságtalan, bírája volt-e hazának. Keresztet hordozunk hittel, kitartással, de keresztet ácsoltunk mi magunkban is, oktalanságunkból, széthúzásból és bűneinkből. Isten szeretetét és végtelen irgalmát a kereszt titka és megváltó kegyelme sugározza felénk. Üdvözlégy, kereszt egyedüli reményünk! S ahogy a költő emlékezik a mai napról, mert nem lehet feledni, nem soha, míg magyar lesz és emlékezet, jog és igazság, becsület, remény, hogy volt nekünk egy országunk e földön, mely magyar erő szerzett vitézül, s magyar szív és ész tartott meg bizony. Egy ezer évnek vére könnye verejtékes munkája adta meg szent jussunkat e drága hagyatékhoz. És nem lehet feledni, nem soha. S ugyanakkor a jó akaratú emberek jövőbe tekintő, együtt gondolkozó, együtt cselekvő jelenlétét is akarja megerősíteni az a kereszt, hogy együtt munkáljuk, jövünk, sorsunk útját, és legyen mindezen áldás a mi Urunktól, Istenünktől. Az Úr a mi segítségünk, aki az eget és a földet alkotta. Uram, hallgass meg könyörgésünket, és a mi kiáltásunk jusson eléd. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Mindenható Istenünk, őszüleink elvesztették a kegyelmet ajándékodtól, amikor parancsodat megszegték. A paradicsomkert fája, a romlás fája lett számunkra. De te, Istenünk, kijelölted a kereszt fáját, hogy rajta szent fiat kínhalált szenvedve visszaszerezze az örök életet nekünk. A Szent Kereszt a mi hitünk jelvénye, és az irántunk tanúsított szereteted örök záloga. Istenünk, esedezve kérünk, hogy ezt az apostoli kettős keresztet, amelyet a múltunk emlékezetéül a turul madár díszít, amely emlékeztet múltunk eseményeire, s arra, hogy Jézus Krisztus a kereszten halt meg értünk, és törte meg a gonosz hatalmát, és adta meg számunkra, lelkünknek azt az erőt, bátorítást, hogy igazságban, szeretetben tudjuk megvívni a hitnek a jó harcát. Szentelje meg ezt a keresztet a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad nekünk ma, és bocsátjuk vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Urunk Istenünk, minden áldás forrása, halmozd el az együvé tartozás emlékezetére összegyűlt gyermekeidet, a város minden lakóját bőséges kegyelmeddel, őrizd meg valamennyünket a jövőben, erőben, egészségben,
A hívőket tartsd meg hűségben, a hitükhöz, adjon nekik rendíthetetlen reményt és türelmet, mindvégig megmaradjanak szeretetedben. A nem hívőket vezess el Isten szeretetének felismerésére és az iránta való engedelmességre. Adjon mindenkinek békét az életben, eredményt a munkában, buzgóságot és kitartást az imában, végül boldog örök életet. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le minden magyarra, aki az együvé tartozás jegyében itt van, szálljon le erre a városra, és minden benne élőre, és maradjon meg ez az áldás rajtunk, Krisztus, a mi Urunk által. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Megköszönöm Zahar Béla atya közreműködését, a kettős kereszt felszentelését. Kedves vendégeink! Megemlékezésünk következő részében megkérem Nagymajdó József polgármester urat és Letovai Zoltán alpolgármester urat az időkapszula elhelyezésére. Ezekben felkérem önöket az emlékezés szalagainak elhelyezésére.
Az emlékezés szalagjainak elhelyezése után megkérem önöket az emlékezés virágainak elhelyezésére. Emlékezők. Köszönetünket fejezzük ki, hogy az emlékezés szalagjait és virágait az emlékhelynél elhelyezték, és jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket. Megemlékezésünk a Szózat és az Ismerős arcok nélküled című dalának hangjaival ér véget.